A rebellis tanító. Hócsa temetőjében nyugszik Halászi Károly, iskolánk névadója, az 1849-ben kivégzett honvéd százados tanító. A mártír tanítót két község, Hócsa és alsó némedi lakossága is saját hőseként tartja számon és tiszteli. Nem véletlenül. Halászi Károly a kiváló református rektor, alsónémedi egyházának és iskolájának szolgálatában állt. Ott fejtette ki a forradalom és szabadságharc alatti tevékenységét is. Hócsa hősévé sem egyszerűen a hosszú történelmi múltú s szoros szomszédságú települések lakói, főként prédikátorai és tanítói közt kialakult kapcsolatok révén válhatott. A sors úgy hozta, hogy Hajna térségünkön átvonuló egységei Halászi Károlyt néhány társával együtt Ócsán állították hadbíróság elé, és miután forradalmi tetteit halállal büntették, itt is végezték ki. Tehát nem csoda, hogy mindkét településen hősként tisztelik. Halászi Károly méltó párja azoknak a nem csak helyileg jelentős történelmi alakoknak, akik a korábbi egy-két évszázad során szereztek hírnevet maguknak és községüknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Alsónémedi református kántor tanítója Halászi Károly. Alsónémedi református rektora Halászi Károly. Na Jóska fiam, már csak föl. 2 + 2. 4. 2 + 3. 6. 5 + 2. 7. Nagyszerű Jóska fiam. Nagyon ügyes voltál. Dolgozz még a füzetedben. Na Pista fiam, állj föl. 2 + 2. 4. 2 + 3. 5. 5 + 2. 7. Nagyszerű Pista fiam. Ülj le, dolgozz a füzetedben.
Eközben Pesten a forradalom nádja becsapott Németországba. Egyre tovább harapózik, végre Pécset is fölgyújtotta. Pécset! De a beszéd bármilyen szép, az csak beszéd és nem tett. Ma este találkoztam Jókaival. Mondta, az ellenzéki körgyűlés tartott, itt indítványoztatta a 12 pont petícióképpen, hogy felnyújtassék a királynak. Mégpedig rögtön, de zeludázódott. Csak mióta asszony vagyok, ismerem az élet legélesebb örömeit és legkeserűbb bánatát. Mit kell tenni, te bátor, lelkesítő, imádott kis feleségem? A forradalom legelső lépése, fölkötelessége, szabaddá tenni a sajtót. Azt fogjuk tenni, a többit Istenre bízom, és azokra, kik rendelben vannak, hogy a kezdeteket folytassák. Én csak arra vagyok hivatva, hogy az első lökést tegyem. Holnap ki kell vinnünk a sajtó szabadságot. És ha lelőnek, Sándor? Isten neki, kivárhat ennél szebb halált? Így van, tenni kell, és mindjárt holnap. Hát a holnap után már késő lesz. Ó, hogy el nem sülj ezt a szégyen. Nem vagyok képes egyébre. Nem engednek a körülmények szerelmemért többet tenni, mint szépen itthon ülni, kötni és főzni, foltozni, s rándásokat keverni. Itt a kokárdát, melyet neked vartam. Reggel kitűzzük a szívet fölé. Sándor, de hogy találkozunk! Szervusz, kedves pát! Menj kérlek Jókaihoz, és ott várjatok meg engemet! Bécs felé áll! Jó jel! Micsoda nap van ma? Szerda. Szerencsés nap, szerdán házasodtam meg. Járjuk végig az egyetemi fiúságot, majd teljes erővel kezdjük meg a nagy munkát. Először az orvosokhoz menjünk, innen a mérnökökhöz, majd induljunk a jogászokhoz. Szakad az eső, de a lelkesedés olyan, mint a görög tűz. A víz nem oldhatja el.
Gyerekeim! A pillanat, melyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa népe halad és boldogul. Haladnunk, boldogulnunk kell. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Ugyan! Követeljük jogainkat, melyeket tőlünk elvontak. Ugyan! És kívánjuk, hogy legyenek azok közösek mindenkivel. Ugyan! Kívánjuk a sajtó szabadságát. Ugyan! Cenzúra rögtöni eltörlését. Ugyan! Felelős minisztériumot Budapesten. Ugyan! Évenként országgyűlés Pesten, és azt rögtön. Ugyan! Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Ugyan! Kívánjuk, hogy a nemzeti őrsereg rögtön felállítassék, védje hazáját minden férfi. Ugyan! Egyenruha ne legyen, közös teherviselést. Ugyan! Úrbéri viszonyok megszüntetését. Ugyan! Esküdtszéket képviselet alapján. Ugyan! Magunk választjuk bíráinkat magunk közül. Ugyan! Nemzeti bankot, idegen bankjegyeket nem akarunk elfogadni. Ugyan! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Ugyan! A politikai státusfoglyok bocsátassanak szabadon Unió Erdély és Magyar Hon között. Ugyan! Ezen jogokat követelni tartozik a nemzet, bízni a nerejébe és az igaz ügy istenébe. Egyenlőség, szabadság, testvériség! Ugyan! Talpra magyar, híj a haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg. Közös társaselés. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküszék képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti bank! Katonaság esküdjék meg az alkotmányra! A magyar katonáinkat ne vigyék el külföldre! Külföldieket vigyék el tőlünk! A politikai státusfoglyok szabadon bocsátassanak! Unió! Egyenlőség, szabadság, testvériség! Unió! Innen az Újvilág utcai Orvosi Egyetemre mentek, itt is félbeszakították az egyetemi előadásokat, és az előbbihez hasonlóképpen jártak el az udvaron, később pedig a mérnöki és bölcseleti kar hallgatói előtt. Ugyanezt történt az egyetemi téren is. Ekkor már nem csak az ifjúság vette őket nagy tömegben körül, hanem az utcáról is nagy közönség csatlakozott hozzájuk, mely nőttön nőtt. Elhatározták, hogy a nép a proklamáció első pontját, a sajtószabadságot önhatalmúan érvényesíti, amit meg is tett. 10 óra után a siker és lelkesedés hatása alatt a tömeg Landerer és Hekenász kömnyomdájához vonult. Ekkor már 5000-es tömeg követte őket. A nyomda tulajdonos engedett, és néhány pillanat múlva ezreivel került elő a gyors sajtó alól, melyek példányait egész délig osztották a tömegnek, mely a szakadó eső dacára szüntelen növekedett. Ezek voltak a szabad sajtó első lépései. Míg a nyomtatás tartott, Petőfi, Jókai, Vasvári és Egresi beszédet intéztek a néphez. Ekkor Petőfi negyedszerre szavalta el a Nemzeti Dal című költeményét. Csak délfelé oszlott szét a forrongó tömeg, megállapodva abban, hogy délután az államfogságban lévő Táncsics Mihály kiszabadítására mennek Budára.
Délután 3 órakor a múzeum terén népgyűlést tartottak, és a nemzeti dal és proklamáció példányait ezreivel osztogatták. A szakadó eső dacára mindegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé, ahonnan a közhatározat szerint a városházához mentek, hogy a 12 pontot magukénak vallják a polgárok is, és velük egyesüljenek. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel először. Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, s az alantáló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitörése a lelkesedésnek! A nép kívánta, hogy Táncsics Mihály, aki a sajtói állítólagos vétség miatt fogva van Budán, miután kimondatott, hogy a cenzúrai törvények nálunk nincsenek, nem is voltak soha, szabadon bocsátassék. E kívánat teljesítésére fél-öt óra tájt ment Budára, s a hatósági épület udvarán zászlóai köré gyűlve álhatatosan állt jogai kívánatai mellett. Míg a választmány által kijelentették, hogy a helytartó tanács e 3 pontba egyezett bele. Első. Táncsics kiadatása. Második. A cenzúra eltörlése. Harmadik. Sajtóbíróságnak a nép közüli választása. E nap délutánján kívánta a nép, hogy a színházban e nap megünneplésére teljes kivilágítás mellett a betiltott bánkbánt adják elő. A színészek nemzeti színű kokárdákkal léptek ki a színpadra. Egresi Gábor a nemzeti dalt szavalta, az énekkar énekelte hozzá a himnuszt és a szózatot. A közönség nagy része óhajtotta, hogy Táncsics megjelenjen a színpadon, azonban értesülve annak gyengélkedő állapotáról, kívánatával felhagyott. Végül a Rákóczi induló mellett oszlott el a nép. Az állandó választmány azonban reggelig együtt ült. Még ma elkezdjük a toborzást. Szomorú a szívem, atyám, hogy az atyák legnemesebb és legszeretőbbének, ki nem csak családját, hanem hazáját is oly forron szereti, hogy honna iránt érzett és táplált szeretetének családját, sőt nemes életét is áldozatul kívánja adni. Azt teszem, amit minden jó hazafina kötelessége megtenni. Tanítom a népet, legyen gyermek vagy atyafi, mert atyaként szeretem őket. Jövel, Uram, áldj meg minket, minden napi kenyerünket. Amen.
Teremtsük meg a hazát! E percnek irtózatos nagyszerűsége szorítva hat keblemre. A nemzet élete a mi kezünkben, de Isten kezünkbe adta a nemzet halálát is. Önök határozni fognak. Lehetetlen nem hinnem, hogy a haza szent szeretete, a haza becsületének, a haza önállásának, a haza szabadságának oly érzete, hogy azért utolsó cseppvérünket is készek vagyunk adni. A haza veszélyben van, mindnyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! Most derült fel a magyar nép hajnala, most hozta fel az Úristen angyala, feltámadott sírjából az igazság. Ezután él már a magyar szabadság. Feltámadott sírjából az igazság. Ezután él már a magyar szabadság. Elég is volt ez ideig szenvedni. Minden terhet csak egyedül emelni. Úrnak annyit, mint magunknak szolgálni. Bizony csuda, hogy ki lehetett állni. Úrnak annyit, mint magunknak szolgálni. Bizony csuda, hogy ki lehetett állni. No, de többé nem járunk úr dolgára. Nem osztjuk el termeszményünk dizsmára. Aki nem szereti, az úri széknek pálcáját. Úgy szereti majd a magyar hazáját. Aki nem szereti, az úri széknek pálcáját. Úgy szereti majd a magyar hazáját. Surakov! Sírasson engem senki, jól vagyok tanítva, sem lépésre, de sem vágtában, sejle nem esek róla, mert a húszár a nyerekbe bele van teremtve, mint a rozmaringa jó földbe, sejbe legyökerezve. Harcos, készülj!
együttöt. Töltve! Tüzelésre kész. Kaiser und König! Feuer! Jó Atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Istennek dicsőség! Utána! Császári hadbíróság ócsán. Amit tettem, a hazám iránt tettem. Honvéd hadnagy voltam, újra az lennék, ha önök elbocsátanának, és újból szükség volna rá. Jó
Haben die Bestellung. Halál. Két szurony közé. Ártatlan vagyok. Istenem, áld meg a szegény magyar hazát. Most és mindörökké. Ámen. Célhoz! Tűz! Fegyvert lábhoz! Ha a síraink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Yeah.